Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit, lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Arszakra Fesztivál, 20 éves a Domkőtár. 8 mester, 8 porta, bemutatók szerte Romonyán. Idén is megrendezték a Pécs Lit Irodalmi Fesztivált. A tavaly elhunyt Kovács András Ferencre is emlékeztek. 18. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. Vadonatúj nagyszínpadi bemutató a Pécsi Balettől. Elkezdődött a 18. Ars Sacra Fesztivál. Az országos rendezvény első pécsi programjaként a 20 éves Domkőtárban tartottak megemlékezést. Az eseményen szakemberek cserélték ki gondolataikat a kőtár több évtizedes múltjáról, egyháztörténeti művészeti jelentőségéről. A Domkőtár 20 éves évfordulója alkalmából kerekasztal beszélgetést rendeztek szakemberek részvételével. Ennek célja az volt, hogy felelevenítsék a gyűjtemény történetét és rátekintsenek mai állapotára, valamint a tovább lépés lehetőségeit is megvitassák. Elhangzott, hogy a románkori kőfaragványok története sokkal régebbre nyúlik vissza, mint 20 év. Ezek a Székesegyház utolsó átépítésével kerültek elő. Avatott be a történetiség alapjaiba Bodnár Boglárka múzeológus. Ezeknek a köveknek a bemutatására, megőrzésére, tudományos feldolgozására Hetyei Sámuel püspök létrehozta az első püspöki múzeumot, hogy bemutathassa ezeket a köveket, és a kövek első kiállítása a mai Klimó könyvtár földszintjén volt, majd később a 20-as években átköltözött a Székesegyház egyik termébe. Végül az 50-es években ennek a kőtárnak a helyén épült egy domkőtár, amit lebontottak idővel, mert annyira vizesedett az épület, és sajnos egy másfél évtizedre raktárba kényszerültek a kövek. Majd Tóth Melindának, aki a Művészettörténeti Kutatóintézetnek volt a munkatársa, ő karolta föl a 70-es években ezt a gyűjteményt, és annak a lebontott régi épületnek a helyére tulajdonképpen ő eszközölte ki, hogy egy új és szép környezetben bemutathatóvá váljon ez a gyűjtemény, és maga a kiállítás 2004-ben nyílhatott meg. Tehát, hogyha összeszámoljuk, most egy jó hosszú történetet meséltem el, akkor ez már a negyedik kiállítás, ahol láthatjuk ezeket a köveket. Bachmann Zoltán tervei alapján a 90-es évek közepére készült el az új, modern épület. Innen pedig jól rá lehet látni a Székesegyházra, ahol ezek a kövek valaha voltak, tette hozzá a múzeológus. A konferenciát, vagy ezt a kerekasztal beszélgetést azért szerveztük meg, mert bizony itt az évtizedek alatt a kiállítás maradt ugyanúgy. És ugye változik a világ. Szeretnénk, hogyha ez a kiállítás befogadhatóbbá válna mindenki számára, mert ugye a szakembereknek ez egyértelmű, hogy mennyire fontos, hol van a helye ezeknek a köveknek, de egy-egy látogató nem biztos, hogy tudja, hogy pontosan hol jár, mi a jelentősége ezeknek, úgyhogy szeretnénk egy picit tovább lépni ebben a kiállításban, és ehhez hívtunk szakembereket, Takács Imrét, az ELTE művészettörténeti tanszékének az oktatóját, Havasi Krisztinát, aki a Művészettörténeti Kutatóintézetnek a munkatársa, Rafai Endrét, aki a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán művészettörténetet oktat, és Ozsgyányi Vilmos, kőszobrász-restaurátor, aki tulajdonképpen Tóth Melindával köröltve együtt hozta létre ezt a kiállítást, a mostani kiállítást.
A kerekasztal beszélgetés egyik résztvevője Raffai Endre művészettörténész volt. A kerekasztalon most négyen fogunk beszélgetni, ám vannak még olyan kollégák, akik természetesen szakmailag érintve vannak. Kiváló kollégák jönnek most erre a kerekasztal beszélgetésre. Olyanok is, akik részt vettek azon a korábbi Dómmúzeumi konferencián, amelyet Tóth Melinda emlékére rendeztünk. Ennek a konferenciának az anyaga nyomtatott formában is a tanszék gondozásában megjelent. Az Országos Szakrális Művészeti Fesztiválhoz a Pécsi Egyházmegye is csatlakozik immár 18. alkalommal. A Pécsi Egyházmegye az ünneplés alkalmával a Domkőtár 20 évvel ezelőtti megnyitására emlékezett. Az embert, az emberi kultúrát mindig a művészeten keresztül azonosítjuk be. Osztotta meg gondolatait Felföldi László, pécsi megyés püspök. A legrégebbi leletek is, a legelsők is hordoznak művészi vonásokat. És hogy alakult ki a művészet a barlangrajzoktól kezdve? És az a kultúra, amiben kerültünk, nagyon fontos, hogy újra visszataláljon a szép, az emberi szép alkotás, a művészet titkára, és ezen belül természetesen a szent művészet, a spirituális, a lelki, a természet fölötti megjelenítése. És ezért nagyon fontos, hogy az Alszakra Fesztivált így támogatjuk, segítjük, kell, hogy az embereknek lehetőséget adjunk a találkozásra. Az Országos Összművészeti Fesztivál alkalmával 70 településen számos műfajban több száz program várja a szakralitás iránt érdeklődőket szeptember 13-a és 22-e között. Az Ars Sacra rendezvénysorozat programjai ingyenesen látogathatók. Idén is várták az érdeklődőket Romonyára, ahol sokféle mesterséggel ismerkedhettek a település különböző pontjain. A nyitott mesterporták tavaly nagy sikert arattak, így idén lehetőséget biztosítottak a publikum számára, hogy megismerhesse a település mestereit. Második alkalommal nyíltak meg a mesterek portái Romonyán. Az érdeklődők 8 helyszínen ismerkedhettek különböző mesterségekkel. A porták a település különböző pontjain helyezkedtek el. Sok látogatónk van, tehát mindegyik porta azt mondta, hogy az időjárás az nem befolyásolt, úgyhogy reméljük, hogy az idei is ez lesz. 8 mesterünk volt a tavalyi évben, idén van egy vendégmesterünk is, aki agyagozik a Kultúrháznál bemutatót tart, amiben változás van, hogy vannak bemutatók, tehát élő bemutatók, illetve egy gasztronómiai vonalat is bevittünk, ahol ilyen természetközeli étkeket, illetve a nemzetiség hagyományos étkeit próbáljuk megismertetni az emberekkel. A mai program az azzal bővült, hogy van a gasztronómiai vonal, és ugyanúgy a tavalyi évben is voltak előadóink, amik a nemzetiséghez is kapcsolódnak, meg természetesen helyieket próbálunk ideírni. Tehát mi a közösséget úgy próbáljuk összehozni, hogy a helyi embereket, a kötődéseket próbáljuk visszahozni. A település kultúrházában egy színes Gála Erzsébet kiállítást láthattak az érdeklődők. A festőnő több mint 3000 képe közül válogatott ki olyan darabokat, amelyek Romonyához kötődnek, vagy azokat a stílusokat képviselik, amelyeket szeret, vagy épp újonnan próbált ki. Próbáltam azokat a stílusokat hozni, amiket nagyon kedvelek csinálni. Az avantgárdon belül minden. Hát impressionista, realista, spontán realista, kubista, de tonalista, azok a kedvenceim igazából. Azokat mind fejből festem, tehát igazából fénykép nélkül, érzelmek alapján meg, amiket láttam, bármilyen formát, facsoportot vagy bármit, azt szoktam megfesteni. A patakok majdnem minden tonalista képemen szerepel, mert én itt Romonyán születtem, és itt is van egy patak, ami mindig változik, annak a formája. Nagyon szeretem, ez a patak, ez rengeteg ihletet ad nekem, ezért is szeretem nagyon Romonyát, ezért is járok vissza sokat. Ennek ellenére nagyon szeretem, most újabban Pesten az Atlasz Gábortól tanulom a mindenféle stílust, és
kubista stílus most nagyon foglalkoztat. Ezek a háromszögek, a szögletes mértani formák, ezeket nagyon ugyan jó érzés őket kitalálni, hogy hogy legyen, miként legyen, a fények hogy essenek, milyen szögbe, milyen formába. Hát ezek mind-mind ilyen érzelmi alapon készült képek, de hát van mindenféle, hoztam olyanokat is, ami konkrétan Romanyához kötődik, van olyan, ami ugye Pécshez, de van olyan, ami konkrétan kitalált, vagy azok a képeim, amiket esetleg Pesten csináltam órán, a tanárom óráján, hát 6 éve járok már erre a mesterkurzusra, és hát itt már szinte az összes stílust meg kellett tanulnunk, de nagyon szeretem csinálni, nagyon-nagyon sokat tanulok belőle, úgyhogy nagyon élvezem az egészet. A Béke utcán végig haladva, a festmények után más képekkel is találkoztunk, annyi különbséggel, hogy ezek üvegből készültek. A fali dekoráció mellett láthattak még lámpákat, kis virágokat, lepkéket, és többek között kaleidoszkópokat is az érdeklődők. Mindegyiket nagyon szeretem, de a kaleidoszkópok, amik legközelebb állnak hozzám most ebben a pillanatban, ez merőben más, mint minden más lámpa vagy fali kép. Az inkább ilyen kicsit ilyen meditatív folyamat, tehát folyamatos improvizáció, amíg elkészül, és a végén kb. Meglepetés nekem is, hogy valójában mit fogunk benne látni. Varga Franciska 15 éve foglalkozik üvegművészettel, amelyen belül különböző technikákat ötvöz. Amikor elkezdtem, akkor a tifali technikát tanultam meg 4 autodidakta módon. Ahhoz voltak meg az eszközeim, felszerelésem, és aztán ez kiegészült az üvegolvasztási folyamatokkal, és aztán most kombinálom a különböző technikákat. A műhely az látogatható bármikor, napközben, ha valaki szeretne jönni, akkor szívesen látom. Annyiból jó, mert akkor ugye a munkafolyamatokat is meg tudja nézni, vagy hogyha valamit elképzelés, akkor ötletelünk együtt, hogy hogyan lehet azt megvalósítani. Az idei alkalommal is esős őszi időben járták be Romanyát az ide látogatók. A tavalyi nyitott porta volt az első ilyen rendezvény, ami nagy sikert aratott. Nagyon jó volt a visszhangja, nagyon sokan jelentek meg a portákon is, nagyon sok érdeklődő volt, és a délutáni közös rendezvényünkön, tehát amikor visszaért, odaért minden porta bezárt 4 órakor, és akkor 5 órakor találkoztunk, nagyon sokan eljöttek, nagyon kíváncsiak voltak így egybe a mesterekre is, utána következő műsorok is nagyon jók voltak, tehát egy kultúrházat megtöltöttünk. Hát itt tudnám mondani, hogy a nemzetiségi létünket mi tényleg rendesen megéljük, tehát hogy visszanyúlunk a gyökerekhez, visszahozzuk azokat a népi mesterségeket, amik régen is voltak. És ehhez hatalmas segítségünk a Kaptár Egyesület és a Kaptár Egyesület kézművesei, akik szerencsénkre itt élnek Romanyán. Tehát vannak kézműves mestereink, akikkel nagyon jól lehet együttműködni. Ezek a mesterek, ez egy más világ, más gondolkodásmód, és ezek, amit idehoznak ebbe a faluba, szerintem Romanya nagyon hálás lehet nekik. Ezen a napon egy pódiumbeszélgetésre is várták az érdeklődőket, amelyet egy német nemzetiségi műsor követett. A vendégek nem maradtak éhesek, hiszen finom svédasztalos fogadással készültek a szervezők a kultúrházban. Az idei Pécslit Fesztivált most is 6 naposra tervezték. Az esemény sorozat közel 50 programmal, új kötetes szerzőkkel, gyermekprogramokkal várta az érdeklődőket. Az irodalmi fesztivál a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat együttműködésében valósult meg. A most következő percekben egy tavaly elhunyt kortárs költőre emlékeztek a Tudásközpontban. A Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már 4. éve várta színes programok a műfaj kedvelőit. Többek között megemlékeztek a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács András Ferenc költőről is. Verseiből Köles Ferenc a Pécsi Nemzeti Színház színművésze olvasott fel. Itt van az beszélgetés. Emlékszem, vatáskrúzok voltunk, dicső hitekben majd bele voltunk, vagy meg is voltunk, s nem vettük észbe, te meg én hányszor hány csúfos részbe. Hazudor hétán, te labac voltál.
voltál, te életedben egyedül voltál, kult én voltam úgy általában, s fejedet vettem hány szótak, A Rejt engem is Vándor magasság című beszélgetés résztvevői Markó Béla író, Takács József irodalomtörténész, Ágoston Zoltán a Jelenkor folyóirat főszerkesztője volt. Lepaglózó volt az Andrisnak a halálhíre, mert nagyon halála előtti időszakban kifejezetten a korábbiakhoz képest is intenzíven kommunikáltunk. Írt a Parti Nagy Lajos 70. évfordulójára egy verset, és ez nagyon nehezen született meg. Tehát ő már az utóbbi években nagyon kevés verset tudott írni, utóbbi jó néhány évben gyakorlatilag, hát majdnem azt mondom, nulla verset írt, és ez természetesen ez egy súlyos, hát ilyen depresszív időszak volt már, és ő is nagyon nehezen tudott vele mit kezdeni. És aztán annak ellenére, hogy ez így volt, hogy már nagyon hosszú ideje nem írt verset, ezt a verset, a Parti Nagy Lajos 70. évfordulójára ezt megírta, és a Jelenkorban ugye meg is jelent 2023. októberében. Borzasztóan örült neki. Olyan volt, mintha az első versét írta volna, vagy nem tudom, akkora öröm volt, hogy újból tud még megint tud létrehozni valami érvényeset, valami nagyszerű verset. 72 hitványkulóc én voltam, más életekben egyedül voltam, Labanc te voltál, Meghajzer voltak, Ékes Erkölcsbe kibele voltak. Gondviselésbe kibele voltak, Labanc te voltál, Meghajzer voltak, retteg a lelket eleve voltak, Urá Bercsényi kulóc én voltam. Keserült prédás, agyafrut szerzett, feladott fajtár, feledett nyelved, reggel agyadban ágúzó zsoltár, kúc én voltam, te lapac voltál. A Jelenkor 65. évfordulójára készültünk, és Budapesten volt egy ilyen estünk, ahol számos szerzőt összehívtam, és ő lett volna persze az egyik. Nagyon szerette volna fölolvasni, de nem tudta fölolvasni, mert már az előző vasárnap hétfőn lett volna a dolog, december közepén, és előző vasárnap fölhívott, és mondta, hogy beteg, és nem tud jönni, stb. De hát nem gondoltam volna, és itt volt a Bertók díj átadásának Kodály Központban december elején. Ő nyerte ugye a díjat. Tehát nekünk ez az halála előtti fél év, az borzasztóan intenzív volt telefonon, így úgy, személyesen, és a többi, és a többi. Úgyhogy egyszerűen teljesen sokkoló volt a dolog. Úgyhogy így van, ahogy említetted, hogy ez az est is egy ilyen földolgozás, egy ilyen gyászmunka, azt lehet mondani. Írtam róla a nekrológot a Jelenkorba természetesen, és hát próbáljuk földolgozni ez. A negyedik Pécslit alkalmával is figyeltek arra, hogy a jelentős olvasói táborra rendelkező szerzők mellett fiatalok is részt vehessenek és bemutatkozhassanak az irodalmi fesztiválon. Ügyelnünk kell arra, hogy a fiatalok kezdők a pályájuk közepén és a pályájuknak egy későbbi szakaszában már nagyon ismert szerzőként is mindenki ott legyen, a még nem ismertek és az ismertebbek is. Tehát ez nagyon fontos, ez az aránykérdés tulajdonképpen. Ezt azért minden évben így kell csinálni. Ágoston Zoltán az irodalmár utánpótlásról is beszélt. A mai generáció nem olyan, mint akár csak a 10 évvel ezelőtti, de véleménye szerint tehetségek ma is vannak. Az internetet pedig nagyon sok jóra fel lehet használni. Tehát valamilyen módon ezeknek a fiatal szerzőknek is beszivárog a jó irodalom. Nyilván oktatásban azért mindig megvannak azok az áldozatos és komoly tanárok, akik oda teszik eléjük ezeket a fontos szövegeket. Tehát vannak, és akkor aztán mennek a saját fejük után, és választanak maguknak különböző hagyományokat a közvetlen előttük lévőkből, vagy a sokkal messzebb lévőkből. Tehát ez nagyon változatos, ez a mintázat. Nagyon sok, természetesen ott van, hogy nagyon sok popkulturális elemet is tudnak használni, hiszen ők már úgy nőttek föl, amikor írtatos mennyiségű film volt, meg hasonló dolgok, meg a popzenei életből, tehát nagyon sok ilyen utalás is van, ezeket természetes módon alkalmazzák, de még egyszer mondom, kiküzdik ezt a saját mai gondolkodásuknak és
az előző irodalmi hagyománynak, azoknak a formáknak a valamiféle elegyét. Tehát, hogy ugye ne az legyen, hogy föltaláljuk a melegvizet. Ugye az egy fontos dolog, hogy ugye olvasniuk kell, és látniuk kell, hogy előttük van egy igen nagy irodalmi hagyomány, magyar és világirodalmi hagyomány. A 2020-ban alapított Pécslit Fesztivál azzal a céllal jött létre, hogy városunkba hozza az irodalmi élet legnagyobb kiválóságait, és kortól független szórakozást biztosítson minden kultúra vágyó számára. A 6 nap alatt számos új kötetes szerző érkezett. A Pécslit Irodalmi Fesztivál fél száz programjából a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathatott. Voltak külföldi vendégek és több kísérő program is. Sikeresen zajlott a 18. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház koprodukciójában. Az 5 napos művészeti esemény során a Pécsi Balett nagyszínpadi bemutatóját tartotta a Három testőr, avagy a Királyné nyakéke című vadonatúj táncjátékával a Pécsi Nemzeti Színházban. Stábunkkal az előbemutatón jártunk. 18 évvel ezelőtt az akkori igazgató Vince Balázs ötlete volt a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó létrehozása. A célja az volt, hogy a régiónak legyen egy olyan táncos művészeti rendezvény, amelynek során a helybeli közönségnek ne kelljen elutazni az ország különböző pontjaira, hogy láthassák a kortárs társulatok előadásait, hanem azok jöjjenek ide a pécsi közönséghez megmutatni produkciójukat, mondta Urik Teodóra, a társulat ügyvezetője. És a palettánk nagyon színes mindig, nagyon komoly munkával válogatjuk össze, mindig van benne kortárs tánc, van benne néptánc, van benne tematikus tánc, van benne klasszikus balett, tehát mindig úgy kell szemezgessünk, hogy a közönség mindenféle színét láthassa a táncművészet palettájának. A Három testőr, avagy a Királyné nyakéke című vadonatúj táncjáték előbemutatóját szombaton este tartották. Közös ötlet alapján esett a választás erre a történetre. A táncjáték koreográfusai Újvári Katalin és Molnár Zsolt voltak. Vince Balázs a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó alapító igazgatója, koreográfus rendező alkalmazta színpadra a 2 felvonásos táncjátékot, melyben nagyszerű a karakterábrázolás, emelte ki Urik Teodóra. Ami azért nagyon izgalmas, mert jövőre lesz 65 éves a Pécsi Balett. És úgy gondolom, hogy van egy fantasztikus örökségünk, amit az együttes gyönyörűen ápol, méghozzá a színház keretein belül történő táncelőadás. Azt, hogy nem csak zseniálisan táncolnak, hanem beszél a testük, és üzen, és történetet tud mesélni. Szóval ettől nagyon különleges a Pécsi Balett, hogy nem csak mozgást látunk, hanem történetet. Az első szempont a közönség. Nincs más szempont. Közönség nélkül nem vagyunk meg, nem élünk. Tehát a dolog nem a magunknak történik. Ez egy közlés, ez egy üzenet. Na most itt nagyon fontos azon kívül, hogy a táncosok istenien táncolnak olyan tánctechnikával, hogy őrület. Tudnak mesélni, tudnak történetet mesélni, nagyszerű a karakterábrázolás. Ez egy közös ötlet volt, mindig leülünk, és kitaláljuk, hogy na most milyen legyen az a következő darab. Az a lényeg, hogy ne ijedjen meg tőle a közönség, ne tartson minket rétegművészetnek. Én azt mondom, hogy ez a darab átdönt egy falat, ezt a bizonyos rétegművészeti győzőjelbe, mert olyan vívó jelenetek vannak benne, hogy én már nem tudom hányadszor látom, de mindig így csinálok, mert annyira izgalmas, és gondolom, hogy a közönség szívét is meg fogja fogni.
Az idén is 5 napos fesztiválon 8 kiváló táncegyüttes legújabb előadásait mutatta be a közönségnek. Ingyenes szabadtéri rendezvények is színesítették a programot a színháztéren. Szeptember 12-e és 16-a között a Pécsi Baletten kívül fellépett a GG Tánc Egerből, a Feledi Projekt, a Sepsiszentgyörgyi M Stúdió, a Bozsiki Vettársulat, a PB2 Company, a Magyar Állami Népi Együttes és a Szegedi Kortárs Balett a Pécsi Nemzeti Színházban. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!